Svédország azért nagyon örülök, hogy ott élek, de azért svéd politikáról is le lehet venni a szentelt vizet nagyon sokszor. Tehát azért ott is vannak olyan mulasztások és olyan dolgok, ami nekem egyáltalán nem tetszik, és teszem hozzá, nagyon sok svédnek nem tetszik, és akkor még bocsánat, utolsó mondat ehhez a gondolathoz, hogy tehát rossz indulatú megjegyzéseket kaptam mondjuk magyar politikába kapcsolatban, ugyanakkor azért voltak svédek, akik amikor megtudták, hogy magyar vagyok, azt mondták, hogy mondjam, nagyon pozitívan reagáltak, amikor politikáról kezdtek beszélni, mert azt mondták, hogy nekik tetszik az, bizonyos dolgok, nem minden, de azért egy-két dolgot azért megtanulhatnak is svédek a magyaroktól, különböző szinteken, különböző összefüggések. Ha már mondod ezt, hogy tolerancia, meg érvelni, ellenérvelni, te tapasztaltál már olyat, hogy meg tudtál győzni valakit a saját nézőpontodról? Tehát akkor beszélgetsz valakivel, és hogy tök eltérő a politikai, vagy bármilyen véleményetek, hogy te érvekkel őt átfordítottad a te oldaladra, mert valahogy ez, én úgy látom, hogy ez így, ez van nagyon nagy kihívás, tehát hogy az emberek így beszélnek, mondják a saját érveiket, de nagyon reagálnak arra, amit a másik. Maximum, hát nem tudom, hogy valaha volt-e divatban, tehát én azt mondom, hogy igen, történt, megtörtént velem, nem azt mondom, hogy nagyon gyakran, de néha megtörtént, és tehát bevallom őszintén, tehát hogy azért ez rám is jellemző, tehát azért engem se lehet mindig meggyőzni mindenről, tehát velem is volt olyan, hogy valaki elgondolkodtatott, és nyilván nem történt velem valami pálfordulás, hogy hú, most minden megváltozik, tehát nekem vannak erős politikai nézeteim, mint azért a legtöbb embernek szerintem, ugyanakkor én elismerem azt is, hogy mondjuk az a párt, amire én egyáltalán nem szavaznék, azért annak is sok mindenben igaza van, tehát vannak olyan pontok, amiben igaza van. Említetted, hogy te tervezted, vagy szeretted volna, hogyha lesz ott kint párkapcsolatod svéd lányjal, úgyhogy muszáj megkérdeznem, hogy mi volt ennek az akadálya, milyen tapasztalataid voltak a svéd lányokkal kapcsolatban, hogy fogadták a közeledést, vagy egyáltalán is volt ilyen helyzet? Hát én erről inkább azt mondanám, hogy svéd csajszival, hát randevú az volt, de párkapcsolat az nem. Mindig valahogy így külföldiekkel jöttem össze, és nagyon-nagyon örülök, hogy elmondtad, tehát hogy na, mindig így köszönöm a kérdéseket, mert pont itt Botswanában találkoztam egy svéd lányjal, mert én ugye most Namibiában vagyok, Afrikában, mikor egy hónappal ezelőtt, és nagyon jó fej volt, számot cserélt, de tényleg csak azért, hogy mi később találkozunk és együtt utazunk, mert Namibiában egy 5 napra béreltünk autót, hogy ne egyedül helyen bejárni az országot, és pont ő mondta, hogy ő neki svéd pasi sose kéne, hogy neki nem kell svéd barát, és tudom, volt egy svéd főnököm még az első svéd munkahelyemen, és ő is azt mondta, hogy nem, svédféket nem jönnek be túlságosan, ilyen piponyák, még semmire kellők, túl lassúak, és például ő is egy olasz pasihoz ment hozzá. Én úgy gondolom, hogy a skandináv emberek így általában eléggé meg vannak áldva genetikailag, tehát tényleg tök jól néznek ki. Gyönyörű szép arcvonások, szép haj, látszik, meg hát látszik azért, nem tudom, néha, amikor megérkeztem Svédországba, én azt láttam, mikor az emberek állnak, stb. Milyen biciklis táskák kellenek. Aztán azt is megnéztem, hogy milyen országokon haladt keresztül, és jaj, hogy lehet, hogy Afrikában mondjuk nézni, hogy olyat lehet, hogy Közel-Kelet, nem is tudom, tehát én is olyan tudatlan voltam, fogalmam nem volt, hogy ott milyen utak vannak, tehát kis korlátolt európai fejemmel, hogy itt nálunk minden jó, de nem tudom, Ázsiában biztos nem lehet biciklizni, mire lehetne, ugyanúgy lehet, mint bárhol máshol. Van egy... Adja el a körforgalmat! Bárhol máshol van egy ismerősöm, aki egyébként nagy biciklista, és már akkor is ilyen, nem tudom, 300 kilométeres bicikli versenyeket. Tehát ő ezt sokszor megcsinálta, és megkérdeztem tőle, figyelj, így nekem van ez az ötletem, és én egyedül nem akarnék neki indulni. Van kedved esetleg Svédországban egyszer egyet, nem tudom, egy hétvégén biciklizni, mert ezt szeretném kipróbálni, hogyan lehet mégis milyen biciklizni. És akkor ez 2018 nyarán volt, és egy kicsit szombat reggel, egy nagyon korra reggel, 7 óra körül elindultunk,
és az volt a cél, hogy a 150 km-rel arrébb lévő városba elbiciklizünk, el is bicikliztünk, este megérkeztünk, este 8-ra, 150 km-t leteket, a mai napig nem tekertem annyit. Vissza, hát nem tudom, ne beszéljünk már a végéről. Tehát az a lényeg, hogy a 4 évet adtál magadnak. Magabonddal, ami nem hangzott el a beszélgetés során, viszont téged érdekelhet, úgyhogy biztatlak, hogy kommentben tedd fel ezeket, tarts velem, nyomd a lájkot és iratkozz fel, ha még nem tetted volna. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Már 28 országban jártál. Nem kívánom, hogy mindent sorolt fel, de mégis úgy az irányt lőjük már be, hogy elindultál. Persze a vas paripán. Okay. Akkor az utóbbi kérdéssel kezdem. Nekem egy Surly Longhole Tracker márkájú biciklim van, acélból készült. Maga a bicikli, tehát önmagában 16 kg. Ez egy klasszikus túrabicikli, amit nagyon-nagyon sok ember használ, akik tényleg ilyen túrázásra használják, akár a világ. Ott jön az a izé, látod? És az meg oda is gondolom, akkor ez nem merül le. Most itt kell menni.
néz ki? Hát ez nem úgy rendes túraútvonal. Ez rendes túraútvonal. Hát ez a túra felszerelésünk most. Baszki. De ezek gondolom mind vérelték hosszú távra. Ez simán el lett minden. Itt egy széles elbírálása. Hát még odáig, ott menjünk el esetleg. Jó, a végéig aztán.